Sok munka vár még a pártokra, ha igazán szeretnék megismerni a magyar társadalom pártválasztási szándékait. A Republikon Intézet elkészítette a választási eredmények mély elemzését. A pártok támogatottsága nagyon eltérő képet mutat országrészenként, nagyvárosonként és az elmaradt régiókban is. Olykor az egyes választókörzetekre sem érvényesek az országos képből kirajzolódó megállapítások. Rainer Roland elemző a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát Karácsony Gergelyen az EP választásról és a Jobbikkal való vita, nem vita, illetve a Fidesszel való nem vita történetről beszélgettünk, mert hogy a Fidesz mondja azt, hogy nem vita. De nézzük azt, hogy például ez április 6-án mennyire izgathatta fel a választókat, még ha nem is ezt kutatták önök, vagy ön nem ezt elemezte, de az, hogy hol, melyik területen akár a Jobbik, akár a Fideszre leadott szavazat aránya hogyan alakult az országos arányhoz képest, na ezek viszont nagyon beszédes számok. Mire jutott? Így van, elvégeztük az április 6-i választásoknak egy ilyen mélyebb, elsősorban a listás szavazatokra leadott területi különbségeit, és törekedtünk arra egyébként, hogy mindegyik pártról, mindegyik parlamentbe jutott pártról mondjunk valamit, és hát hogyha kezdjük a Jobbikkal, illetve a Fidesszel, mert talán köztük lévő mozgás az, ami talán kevésbé került be a közbeszédbe, köszönhetően annak, hogy a Fidesz győzelme egyértelmű volt, és sokkal inkább a második helyezett, illetve a Jobbik közötti erőviszonyokat elemezték, de hogyha a területi szavazatokat megnézzük mondjuk megyei bontásban, akkor azt látjuk, hogy a Dunántúl egy részén, bizonyos megyékben vélelmezhető, hogy a Fidesz gyengülés és a Jobbik átlagon felüli erősödése, igen, ezt látjuk az ábrán, aközött van egyfajta összefüggés, tehát hogy ott Somogyban, Baranyában, illetve Zalában lett az országos átlagánál is jobban. Az emelkedés, igen, tehát amikor azt látjuk, például Somogy, vegyük egyből az elsőt a listán, tehát Somogyban, mivel nulla alatt van a narancssárga, ez azt jelenti, hogy majdnem 10%-kal csökkent a Fidesznek a támogatottsága a 2010-es adatokhoz képest. Nem teljesen. Ugye annak érdekében, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy megyénként önmagukhoz képest a pártok hogy teljesítettek, ezért azt végeztük el, hogy az országos változásokhoz képest, ugye a Fidesz országosan gyengült, a Jobbik országosan erősödött a 2010-es eredményéhez képest, és ezek az arányok azt mutatják, hogy az országos gyengülésen, illetve erősödésen felül, túl. Illetve alul, tehát aha, azon túl milyen mozgások tehát voltak. Akkor a Fidesz országos gyengüléséhez képest még majdnem 10%-kal gyengült Somogyban a Fidesz. Így van, és a Jobbik pedig kiemelkedően jól Jobbik szerepelt. A Jobbik erősödéséhez képest még 30%-kal magasabb az erősödése Somogyban. Igen, tehát amit itt igazából látunk, az ugye a Jobbiknak, azt többen is elmondták, hogy a Jobbik területileg kiegyenlítődött. Ugye ez pontosan, ez az ábra is ezt bizonyítja, hogy a Dél-Dunántúlon, illetve általában a dunántúli megyékben kifejezetten jól szerepelt, míg mondjuk a 2010-es sikermegyének számító Szabolcs, illetve Borsod megyében ott már nem tudott érdemben bővülni. Ez viszont nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ebből a kutatásból, a számokból kiderültek-e a miértek, vagy legalább a miértek megválaszolásához vezető utat látja-e, vagy látják-e. Azok a megyék, amelyek tényleg 2010-ben tipikusan a Jobbik sikertörténetének számítottak, ott most abszolút trendforduló van, tehát ott szinte mindenhol ott gyengült a Jobbik, ahol 2010-ben erősödött. Miért? Hát én azt gondolom, hogy itt egyfajta plafonhatásról lehet szó, tehát hogy ezekben a megyékben elérte azt a szintet, azt a 30% körüli szintet, amit tudott hozni, és hogy itt már nem nagyon volt, azt gondolom, hogy tere a Jobbiknak. Hogyha Kelet-Magyarországot megnézzük, akkor mondjuk látunk olyan különbségeket, hogy mondjuk Heves megye, ahol a Jobbiknak vezető politikusai, tehát többek között Vona Gábor is indult, ott egyébként tudott javítani magához képest, tehát tudta növelni a különbséget, de mondjuk Pest megye, ami egy ilyen fejfej melletti meglepő megye volt 2010-ben, hogyha emlékszünk, igen. Mondjuk a Jobbik úgymond visszaszorult, tehát a 2010-es 18-17%-os eredmény az 26-19-re nőtt. Ez a belföldi listás szavazatok száma 2010 és 2014 között, tehát itt látjuk az
hasonlítást, hogy melyik párt hogyan szerepelt, de hát ugye az első... Igen, itt a leadott szavazatokat látjuk. Leadott szavazat, de ehhez képest majd tovább haladtunk akkor, amikor az első ábránkat néztük. Hogy az okok között mi van, az abból mi derült még ki? Tehát a plafonon túl mondhatjuk azt, hogy ott már nem, ahol eddig nagyon erős volt, vagy 2010-ben nagyon megerősödött a Jobbik, ott már nem tudott tovább erősödni, mert elérte a maximális határt. De mi történt Dunántúlon, ahol meg ott ugyanezen elv alapján azért erősödött, meddig nem? Vagy miért? Én azt gondolom, hogy van egy ilyen hatás. Ugye, tehát hogy azt nem fogom tudni megmondani ezekből az adatokból, hogy pontosan milyen mozgást látunk. Ugye ehhez közélemény kutatás kell, egyéni szintű adatok kellenek. Itt ugye a választási adatokat tudunk elemezni. Azt lehet mondani, hogy a Jobbik ugye hagyományosan ott szerepelt jól, ahol rosszabbak a gazdasági körülmények. A kutatásban összevetettük, hogy a 2011-es népszámlálásból vannak szociodemográfiai háttérváltozóink. Azt láttuk, hogy nagyon erősen összefügg a foglalkoztatottság, illetve a Jobbiknak a támogatottsága, tehát ahol sokan dolgoznak, ott nem szerepelt jól a Jobbik. Azt gondolom, hogy ez a hatás 2010-ben már érvényesült Borsod-Szabolcs megyékben, és ehhez képest nem történt változás, viszont a dunántúli áttörés, vagy a dunántúli hatás, az ezen a 2014-es választásokon jött elő. Igen, tehát ott akkor elképzelhető, hogy mondjuk 2010 és 2014 között erősödött az a tendencia, hogy többen veszítették el például az állásukat. Igen, ugye ezek hagyományosan egyébként jobb gazdasági környezetben lévő települések, de nyilván az idő hatására őket is elérte. Már ezek sem maradtak jobb. Igen. Gazdasági körülményekkel bíró települések vagy megyék. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.